ősz, akkor az mediterrán, és hogyha mediterrán ősz, akkor azok pedig mi vagyunk. Kik vagyunk mi? Mindenek előtt mi vagyunk mi? Na most ezt jó, hogy tényleg fölre. Szóval minden érdekelt nemében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit, kedves régi munkatársainkat és ha van új köztük az újakat is. Ilyenkor illik nagyon röviden arról beszélni, és talán szükséges is, hogy bár szóban a históriát megemlítsük. A história az annyi, hogy valamikor 7 évvel ezelőtt ültünk egy szobában, beszélgettünk erről arról, éppen a szokásos kulturális örömeinkről és kínjainkról, amikor egyszer csak megszületett a mediterrán ős című elnevezés, és felkiáltott, hogy ez jó lesz. Azt nem tudom, hogy jó lett-e, de arra talán jó lett, és arra talán jó ma is, hogy mint egy lasszó körbefogja azokat a egyéni települési szakmai kezdeményezéseket, amelyek ezen a tájon, ebben a mediterránumban vannak. Úgy érzékeljük 7 év tapasztalatával, hogy talán nem volt ez szerencsétlen kezdeményezés, és évről évre egyre többen csatlakoztak a mediterrán ős című kulturális rendezvény sorozathoz. Hát, amikor elkezdtük, akkor még ez 90-ben volt, ugye, ha visszaszámolunk, akkor még nem mondtuk annyira azt, hogy image meg PR, bár már használtuk, de most már azért bátrabban mondom, hogy ez egy tudatos munka volt, természetesen meg akartuk teremteni ennek a tájnak, Baranyának és itt a Szürken Fazának, a tájegységnek a kulturális és idegenforgalmi arculatát. Pontosabban segíteni akartunk és szeretnénk, ha folyamatosan hozzá lehetne tenni olyan tevékenységeket, olyan programokat, rendezvényeket, fesztiválokat, amelyek valóban egy sajátos karakter alakítanak ki és éltetnek ezen a tájon. A karakterek többfélék lehetnek szerencsére. Úgy gondolom, és talán ebben nem vagyok egyedül, hogy egyrészt tudatos munka eredményeként, másrészt nagyon sok spontán kezdeményezés és folyamat eredményeként egyre bátrabban mondhatjuk ezeket a dolgokat, amelyeket itt mostanában már mondtunk. Tehát, hogy a kulturális szakma, az idegenforgalmi szakma, egyáltalán a települések önkéntes kezdeményezései, a civil szféra kezdeményezései egyre feszesebben próbálják összefogni azokat az adottságokat, amelyek az adott településen és tájban tetten érhetnek. Ez nem kis munka. Szóval látszólag egy egyszerű dolog, és mindenki evidensnek gondolja, aki azért a szakmában dolgozik, tehát mondjuk a szervező tevékenységek valamelyikében, vagy PR munkában, vagy településfejlesztésben, programok alakításában otthonos és abban közlekedik, dolgozik, azt tudja, hogy nagyon sok apró momentunk van, nagyon sok szervezési tennivalók van, hogy létrejöhessen olykor-olykor egy fesztiválsorozat, programsorozat, és hogy mindazok a most itt ez egy kicsit ilyen munkaízű megközelítés volt, ezzel szerettem volna heroikus küzdelmeinket előadni, természetesen nem a intézmény, hanem minden jelenlévő munkájáról szólt ez a gyerekek és a fiatalok tevékenységéhez kapcsolódik, amikor is Baranyai Gyerekfesztivál címen foglalkozunk a különböző akciókkal és különböző programokkal, művészeti csoportokkal és különböző mesterségekkel. A nyár időszakot rendesen kitalálhatnák, most ezt úgy mondom, hogy tudom, hogy készülnek is rá, tehát hogy a dolog előbb-utóbb megszületik és egy tervezett, rendszerezett programkínálatokkal segíti majd úgy a belföldi, mint a külföldi vendégek érdeklődését, illetve szolgáltatásokkal áll az itt élők rendelkezésre.
tűz, ezzel kezdtünk, erről szól most a történet, programsorozat, és 5 évvel ezelőtt pedig kiegészítjük, vagy hozzátesszük a Határon túli Magyarok Fesztiválja című kulturális rendezvény, fesztivál, programkínálata. Többen járunk, elünk a ki nagyobb utakat tesz a világban, ki szűkebb utakat, és látunk. Ez egyrészt egyszerűbb volt, másrészt talán nem rendelkeztek, vagy nem tudom, vagy nem alkalmaztak egy olyan komplex szemléletet, hogy beleértsék ezeket a rendezvény turizmus című programokat. Műemlék, ott nem mozdul el, oda lehet venni, meg lehet nézni. Étterem, időben meg kell beszélni, eszegetés, beokul. Melyekkel itt most egyre többen és többször előrukkolunk, nem szeretnék mondjuk belemenni a részletekbe, de a Nóra meg tudnám mondani, hogy mit jelent az, amikor egy pince sort, ugye nem úgy néznek meg, mint műemléki sort, hanem megállnak és beszélgetnek a lokkani emberek életéről, életmódjáról, szokásairól, miközben ízlelgetik és ellenőrzik, hogy azok igazat mondtak-e az ottani életmódról, az ízek mentén és a különböző italozások segítségével, hogy valóban adekvált az a kultúra arra a tájra. Tehát, hogy ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy ez egyre komplexebb, egyre együtthatóbb, egyre átütőbb legyen lehessen. Nos, ez a dolognak a históriája. Azt szeretném még mondani, hogy az idei esztendőben, ha valaki megszámolja, akkor észrevehető, hogy 17 helyszínt kínál a mediterrán ősz kulturális rendezvénysorozat, amely az előző évhez képest írhatjuk körül, és mindenki természetesen a saját programját a maga kiemeléseivel, lényegével, hangsúlyozásával viszi és viszi szét a világban, szűkebb, tágabb világban, és ez a mai nap is egy ilyen céllal jött létre, hiszen ezt 2-3 éve kezdeményeztük, hogy együtt legyünk, akik a programot kínáljuk, hiszen együtt kínáljuk, hogy például a sajtó tisztelt képviselőinek lehetősége legyen arra, hogy itt átfutva a programokat, ismerve az előző évekből a különböző tapasztalatokat, a saját érdeklődésüknek és értékszemléletüknek megfelelően kérdezzék a jelenlévőket, hogy mely programok mögött még a leírt rövid műsorfüzetben mi található, mi az, ami érdemes propagálásra, hírvelésre, rendelkezésre áll, és a kérdésekre válaszol. De ha nézzük a nagy rendezvények közül, ugye a Bordal Világ Fesztivál, amely egy külön tájékoztatót is kap majd, az első, ilyen tekintetben Európán kinőttük, kicsinek bizonyult Európa, és így ki kellett lépni a világban egyéb féltekére. Én azt gondolom, hogy erről egy külön tájékoztató hangzik el, ezért azt gondolom, hogy ennek a részletes ismertetése most elkerülhető, és majd együtt a pécsi kollégával. A szőlő és bor ünnepe ugyancsak, ennek az egész mediterrán ősznek ugye egy pécsi programja, amely letéteményese, és ma már mondhatnánk talán kicsit mintaértékkel született annak idején, aztán megmaradt a Széchenyi téren, és itt érintkezik a két rendezvény, tehát a Bordal Világ Fesztivál és a Szőlőbor ünnepe. Itt részletes program van, természetesen kérdésekre válaszolunk. Ahogy említettem, részletesebben beszélünk, és hát záró rendezvényként, vagy én már nagyon hagyományosan a rendben, ami búcsú szokott megjelenni. Én azt javasolnám, hogy nézzük át a műsorfüzetet. Itt vannak már a kollégák által külön. Szeretném itt mindannyiunk előtt megköszönni két munkatársamnak, hát minden munkatársamnak, de külön Váradi Judithnak is fog hívni. Együttes újja a fanfár. Nem. Ketten csak. Hát nem. Miért? Hát ötre van hangszerelve. Aha. Jobban szól. Hát ők fújják innen, örök onnan. Hát. Nem? Múltkor így volt. Jobban szól egyszerre. De ugye egy helyről? Nem.
Bienvenue. A mai vidékjáró program következő állomásán
világkövesden. À cette étape de Villain-Kövesde, de notre route de vin aujourd'hui. A Villain-Kövesdi Batthyány Pince a Villányi Szövetkezet tulajdona. Cette cave de Batthyány que vous visitez maintenant est dans la possession de la coopérative de Villain. Köszönjük, hogy lehetőséget biztosítanak, hogy itt tartsuk rendezvényünket. C'est un honneur pour nous de pouvoir vous accueillir ici dans cette cave. Köszöntöm a Villányi Borrend vezetését, akik megtiszteltek bennünket mai rendezvényünkön. Je suis très heureux de voir parmi nous les membres de l'ordre des gardes du vin de Villain. Nagyon rövid bevezetőként annyit, hogy a mai nap programja azt célozta, hogy igen tisztelt vendégeinknek bemutassunk egy metszetet, ami egy napba belefér, a Villány Siklósi, a Pécs Mecsekaljai, Orvidék adta lehetőségekről, és ezen szép tájakat megmutassuk önöknek. Notre projet pour aujourd'hui était de vous montrer les possibilités qui dorment dans cette région de Villain-Siklós et de Pécs et les pentes de la montagne Mecsek. Et j'espère que nous avons donné un échantillon de la production vitivinicole de ces régions et que vous avez apprécié également les beaux paysages. Tettük ezt azért, mert a holnapi plenáris ülésen, onnan valamennyien ismerik a munkaprogramot, szó lesz szőlőtermesztésről, borkészítésről, szabályozásról, kereskedelemről, hogy egy kis ismeretük legyen ezen gyönyörű térségről, szüke hazánkról, baranyáról és a bemutatott tájunkról.
Engedjék meg, hogy néhány szót a borról szóljak, meg a pajtáról. Magyarország főkép szőlőpajtája, a kék frankos, a blaufränk is, de nem is szerint. C'est un vin vif, léger, que vous allez voir, qui se fait száraz minőségű bor, és vele patinba tenni.
Jardin Blanc. Villány pedig szinte kizárólag kék szőlő termesztés folytat, és vörös boraitól vált híressé. Et à Villagne, c'est pratiquement seulement le vin, le raisin bleu qu'on cultive et on produit uniquement du vin rouge. Most önök a borvidék főfajtáját, a kékoportot kóstolják. Ce que vous goûtez maintenant, c'est la variété la plus... Son harmonia. Vous ressentez certainement une harmonie délicate. Lágy, kevés benne a sav. Il y a peu de temps de tanin dans ce vin. Telt, sestes. Ce vin a du corps. Illatában egy koratavaszi, nagyon illatos virág illata, az ibolya illata érződik, érezhető. Et vous pouvez peut-être sentir également des fleurs de printemps, notamment le violet. Valószínű német telepesek hozhatták be ezt a fajtát, és igen elterjedt ezen a borvidéken, máshol az országban alig található meg. Ce sont certainement des gens, des Allemands qui ont apporté cette sorte, ce cépage ici dans cette région, parce que la population se compose de beaucoup d'Allemands. Et ailleurs, en Hongrie, ce n'est pas un cépage très répandu. Rendkívül gyorsan fejlődik a bor, rövid, élettartamú, talán a bozsolói típushoz lehet hasonlítani, ha a francia hasonlattal akarok élni. Si je veux comparer avec quelque chose, alors concernant la durée et le point culminant de ce vin, alors ce vin mûrit assez rapidement et sa durée de vie est assez courte. Finalement, je peux comparer avec le Beaujolais. Kedves egészségre. À votre santé. Ez már egy picit idősebb bor, 1994-es évjára, és Wunderlich Alajos termelő picéjéből származik, szintén száraz, minőségi kategóriájú bor. Le vin suivant que vous pouvez déguster, c'est aussi un Oporto bleu, un peu plus vieux, donc du millésime 94. Le producteur est Alajos Wunderlich. Il est très probable que ce vin a mûri assez rapidement, pendant une très courte durée, dans des tonneaux de bois. Et puis, dans l'embouteillage, était assez précoce. Az amat alapján a csúcsponton egy kicsit túljutott borról van szó. En ce qui concerne le bouquet, je crois que c'est que le, et le parfum montre que on a déjà dépassé le point culminant de ce vin.
kedves vendégeink, az előbbiekben olyan borokat mutattunk be a Merlot megelőzően. Kedves érzésünkben, és a következő fajta, szintén egy világfajta, ami a pohárba fog most kerülni, Cabernet Sauvignon 1993-as évjárat, száraz minőségi kategóriájú bor, és Tiffán Ede kis termelő a tulajdonosa. Természetesen most az este folyamán csak felvillantani tudtuk azt a széles fajtaválasztéknak egy-egy jellemző kételét tudtuk bemutatni, amivel rendelkezik a borvidék, illetve amely megtalálható az áruházakban, vendéglátó egységekben.
egyházán prógus uralkodott, hogy villány határában szőlőt telepített Venátus. Il était une fois dans les temps anciens, sous le règne de l'empereur de Père Probus, quand des légions romaines s'installèrent en Valonie, qu'un nommé Venatus, Venatus planta du raisin sur les 12 collines de Villain. Aztán a forgalmas hadiút mentén fogadót nyitott, melyet az út mellett kőoszlopot hirdetett a következő szöveggel. Qui portait le texte gravé suivant. Külföldi vendégeinktől elnézést kell kérnünk, mert az időmértéket hihetőleg nem lehet tolmácsolni. Alors, excusez-nous, nos chers invités, parce qu'on ne peut pas faire l'interprétation des maîtres poétiques. Magyarul így hangzik. En gros, c'est comme ça. Kérem, hogy az időmértéket figyeljék. Écoutez seulement la mélodie. Légy üdvözd, Bacchus, Ceresnek rokona. 400 árpernyűzből szőlőnek a bora várja itt a vándor, játék és tabula. Serlekben gyöngyözik Venátus jó bora. Légy hát... Ainsi, n'affrontatiez jamais le souci de ventre, ses hôtes se disent l'un à l'autre. Chez Venatus, un bon vin leur est toujours servi, toujours la même qualité excellente. A hozzáértés, a szőlő termelési módja, valamint a feldolgozás és a tárolás gondossága valóban mindig azonos és igen jó bort eredményezett. Le savoir-faire, les méthodes viticoles, le mûrissement et le stockage soucieux donna en effet un bon vin de qualité constante. A honfoglaló magyarok továbbfejlesztették az itt talált szőlő és borkultúrát, melynek egyenes következménye az itt kialakult, magas színvonalú, szőlészkedés borászkodás. Les Hongrois s'installant dans ce pays ont développé la culture vitivinicole romaine, dont la viticulture et viticulture de grande qualité prennent directement leur source. Itt élt és munkálkodott többek között Batthyány is, akinek hajdani pincéjében vagyunk. És szakadatlan tovább élt és eredményezte, hogy napjainkban ez a villányi bor eljut nem csak a budapesti híres szállodák asztalaira, épp úgy, mint Japánba, Angliába, Németországba vagy a skandináv országokba, az USA-ba, vagy pedig Kanadába. Le savant ou le Kempinski ouchait une dalle de nouveau florissant, mais le verre des connaisseurs peut également se remplir de ce vin au Japon, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, dans les pays scandinaves ou dans d'autres pays encore. Vidékünk első szőlőművelőjének, Venatus emlékének adózva választott a borrendünk, a Custodes Vinorum de Villagne, azaz a villányi borőrök nevet. En mémoire de Venatus, premier viticulteur de notre région, notre confrérie a adopté le nom de Custodes Vinorum de Villagne, c'est-à-dire les gardes du vin de Villagne. Kedves vendégeink! A nagy tanástól kapott felhatalmazás alapján bejelentem, hogy a mai napon, itt és most négy fő avatására kerül sor. Aujourd'hui, il y aura lieu, par office, je vous annonce qu'il y aura lieu l'initiation de quatre personnes dans notre hall. Je sais bien. A négy jelölt a következő. Les quatre candidats sont les suivants. Monsieur Georges Roucou. Monsieur Georges Roucou. Monsieur Reinhard, Dr. Moon. Herr Klaus-Jürgen Müller, valamint Dr. Szűcs József. Meg kell kérdeznem tisztelből adódóan a tisztelt jelölteket, készek-e alávetni magukat a rájuk váró megpróbáltatásoknak. Je demande aux candidats s'ils sont prêts à subir les épreuves du rituel d'initiation. Kérem, feleljenek! Alors, réponds.
közönség azt jelzi, hogy abstinens nincs közöttük. Le fil de tout à l'heure signifie qu'il n'y a pas d'abstinent parmi les gens. Ezek után meg kell kérnem a jelenlévő nagytanács igen tisztelt tagjait, és azoknak képviseletében Óhedi János nagymester urat szíveskedjék engedélyt adni az avatási ceremónia lefolytatására. A nagy tanács beleegyező véleménye alapján megadom az engedélyt az avatásra. Köszönöm. Ezután ismertetnem kell az avatási ceremónia menetét. Elsőként kettő bor közül kell kiválasztaniuk a jelölteknek rendünk zászlós borát. Premièrement, le candidat devra reconnaître le vin enseigne de notre ordre. A bársonyosan simogató, kedves Cabernet. Le charmant Cabernet Velouteux. Mert úgy magaslik ki a környező vörösborok közül, mint évszázados tölgy a köréje ültetett fiatal csemeték közül. Szépen kérem üdvarhölgyeinket, valamint a főpohárnok urat, Mark urat, szíveskedjék a rendőr munkaköszönjét maguk elé kötni. Ez a kötény nem csak arra szolgált, hogy megvédje viselünk ezt a rákerülő portot. Hanem annak racionális okai is voltak. Majd a kiválasztott bor szíveskedjenek fejük fölé emelni. Kérem a kiválasztott poharat fölemelni, kérem főpohárokunkat a próbát ellenőrizni. Bravo. A második próba lefolytatására. A feladat az, hogy a kiválasztott bort megfelelő dugaszolás után alkalmasát tegyék arra, hogy Venátus hagyományának megfelelően kedvező tárolás után élvezeti értéke a jelenleginél is nagyobbá váljék.
és kérem, mondják utánam az eső szövegét. Külföldi vendégeink természetesen saját anyanyelvüket. A római Venátus borpincéjének jelképes kulcsát. A villányi termőtájú Dermelkor Bartolo. Thank you.
die Weinbrüder hier aufgenommenen sagen und versichern, dass es eine große Ehre für uns ist. Szeretném elmondani, és az újonnan választott borrendi tagok nevében is elmondani, hogy igen nagy megtiszteltetés számunkra mindannyiunk részére, ami a mai napon történt, és ami itt történt. Egy megtiszteltetés. Ebben az elismert borrendben, borrendnek tagja lenni. Und ich versichere, wir werden alles tun, um das, was wir heute gelobt haben, auch in Zukunft zu halten. És biztosítom Önöket, hogy mindent megteszünk azért, amit itt megfogadtunk, és hogy az itteni boroknak is a jó hírnevét terjesszük. Aber lassen Sie mich vor allem auch sagen, alle Mitglieder, die hier hergekommen sind, zur Generalversammlung von AEF, aus AEF Gülden, dass wir heute einen Tag erleben durften, hogy ma egy olyan napot élhettünk meg, der uns ungeheuer viel vermittelt hat, amely rengeteg új ismeretet, információt adott számunkra. A régiónak a gazdagságából, a történelméből, a régi és az új tradíciókból, von den Menschen der Region, a bor és az emberek által ápolt és megtermelt emberekről. All das hat uns diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Mindez összesen felejthetetlené tette a mai napot számunkra. Und damit cette région sur les vins, sur le travail des hommes, sur les routes et les paysages également. Donc tout ça. Einfach allen unseren Gastgebern ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Köszönöm szépen. És mindezért minden kedves vendéglátóknak és minden közreműködőnek egy nagyon szép köszönetet szeretnék mondani. Alle bitte anstoßen auf das Wohl unserer Gastgeber Eggeschenkele. Nekem van poharam, kérek, hogy mindenki fogjon egy poharat, és vendéglátóink egészségét. Alors moi j'ai un verre et je demande à tout le monde de prendre un verre et qu'on le vide à la santé de nos hôtes. Amit
felénk irányában tanúsítottak. Több társammal együtt neves korászokkal a korrend tagjainál választottak, ami felejtettek, hogy kérdőjük a számára. Je vous demande mon appétit et je vous crie l'arrêt en émus. Ez a Bormúzeum felsorakoztatja azokat a tárgyakat, amelyek előkereshetők voltak a több száz éves villányi szőlőtermesztési múltból. Régészeti föltárásokból származó tárgyak, levéltári kutatásból származó tárgyak, valamint pincékből előkerült régi tárgyak adják a berendezést. Nagyon sok olyan ember jelentkezik itt, diák, fiatal, aki soha nem találkozott a szőlőtermesztéssel, a borászati eszközökkel. Bemutatjuk többek között Teleki Zsigmond, Villányban él, működő szőlőnemesítőt. És lehetőséget adunk számukra, hogy itt megvásárolják is a borokat. A Bormúzeum látogatása ingyenes. La visite du musée de vin est gratuite. Ebből eredően nagyon sok a vendégünk, évente 15 ezer ember fordul meg itt. Par conséquent, nous avons beaucoup de visiteurs, 15 000 personnes par an. És elmondhatjuk, hogy Magyarországon ma már rendkívül ismert a múzeum. On peut dire qu'en Hongrie le musée est bien connu. De az a villánsiklósi borút is, amelynek egyik központja ez a bormúzeum. Mais la route de Villain-Siklós, dont le musée est le centre. Hiszen a környező önkormányzatok, a borvidékhez tartozó települések vezetői és magángazdák kialakítottak egy olyan 25 kilométeres útvonalat, amelyik mindegyikén valahol borkóstoló hely várja a vendégeket. Parce que les autorités, les étapes où on peut déguster les bons vins de la région. Ez a szervezett borturizmus lehetősége Magyarországon először itt alakult. C'est le tourisme de vin autorisé qui a été formé et dépisté ici pour la première fois en Hongrie. Ezen a példán elindulva egyre több borvidék alakít hasonló borutat. Selon cet exemple, en prenant notre exemple,
maintenant, il y a beaucoup de géants viticoles qui fondent un tel musée. És ez örvendetes dolog, büszkék vagyunk arra, hogy innen indult ki ez a lehetőség és mozgalom. Notre grand plaisir, la grande fierté que nous étions l'initiateur. Mit Geschmür, Senza, Pfeffer, mit Geschmür.
hogy belg is mag, franzőr is bak, ungr is ez lak, Rotwind is bak, Fleming fog rak. Latein, die sieben Sprach. De mit mondasz, Margarita Bell, ex profundis, das tu ich schnell, dat klof draga grit, par ma foi. In recommissio jour et nuit, mi di comando wo ich trot, jam wort maia, allop mein treu. Deutsch welch mag, Französisch wag, Ungrischen lach, Brotwindisch back, Fleming vor Krak. Latein, die sieben Sprach. Oh!
genere neutro, vinum est divinum, vinum facit rusticum optimum latinum. Meum est propositum in popina fori, dulce vinum fundere sitie fiori. Dom ec nigros angelos venientes cella, cantate pro ebrii, rigide cella nam. Fellet sandi bom legem, csak szígyem meghalni, jóbor telít dologkal nyelni, de nem halni. Míg a sebét angyalok, ilyetem elmondtem, csőzegeknek alkoholtát nélek. Ó, mely sok hal, terem az nagy Balaton. Minden ágon egy mérő makk a bakony. Fejemhez utas
köszönj rám egy pint pót, itt látsz nyugodni egy jámpót, kedves élete párjával, csikó bőrös kulacsával. Gondold meg és csinál, örökké a világ.
Krishna, ime mon cœur, per omnia mein Leben spür, dat bloß trag an Glied par la voix, in recommissio jour et nuit, mi di comando voi trot, jam bord vai la, allop mein treu. Deutsch welch ich mach, Französisch wach, Ungrischen lach, Brot find ich back, Flemming so krach. Latein, die sieben Sprach. Damit man das, Margarita Bell, Exprofundis, das tu ich schnell. Dat gloß traga grit, palma voa. In recommissio jour et nuit, mi di comando voi trot, iam port vaia, allop mein treu. Deutsch welchisch mag, Französisch lach, Ungrischen lach, Brot find ich back, Flemming so krach. Latein, die sieben ich armes Brüderlein, wie soll ich mich ernähren? Mein Gut ist viel zu klein. Als ich ein Wesen war, so muss ich bald davon, dass ich so heil verzehre, das hab ich vertan. Ich bin zu früh geboren, ja, wo ich heut bin, und mein Glück kommt mir erst morgen, hätt ich das Kaisertum, dazu den Zoll am Rhein und wär Venedig mein, so wär's als verloren, es müsst verschlemmet sein. Steck an die Schweinenbraten, dazu die Hühnerjung, darauf mag uns geraten ein frischer, freier Trunk. Trag ein, Herr, kühlen Wein und schenk uns tapfer ein. Mir ist ein Beut geraten, die muss verschlemmet sein. Drei Würfel, du schönes Weib, du erfreust mir's Herz im Leib. Schon in dem Rosengarten, dem Schlemmer sein Zeitvertreib. Ich bin mein Schwert an Seiten und mag mich bald davon. Hab ich denn nicht zu reiten, zu Fußen muss ich. Es ist nicht allzeit gleich, ich bin nicht allweg reich. Ich muss der Zeit erwarten, bis ich das Glück erschleich. Meine Lust, denn der Regen, der Regner jeglichen Tag.
modum properamus, cui semper insudamus, quid agatur in taberna, ubinumus et pincerna. Hoc est opus ut velatur, sed quid locale audiatur. Primo pronummat ab ini ex hac vivunt libertini, sener vivunt pro captivis post hac vivunt ter pro vivis, quater pro Christianis functis, quinquies pro fidelibus defunctis. Sexies pro sorunibus panis, septies pro milicibus silvanis, octies pro fratribus perversis, novies pro monachis dispersis, decies pro navigantibus, undecies pro discordantibus, duodecies pro penitentibus, tredecies pro iteragentibus, tam pro papa, quam pro rege, bibunt omnes sine lege. Bibit era, bibit erus, bibit miles, bibit clerus, bibit ille, bibit illa, bibit servus, ancilla, bibit velus, bibit niger, bibit albus, bibit niger, bibit constans, bibit vagus, bibit runis, bibit magus, bibit pauper et egrutus, bibit exul et ignotus, bibit puer, bibit canus, bibit presur et nicanus, bibit soror, bibit frater, bibit anus, bibit mater, bibit ista, bibit ille, bibunt centum, bibunt mille, arum duram sex nun vate, ubi ipsi moderate,
masculinum displice, sordet femininum, in genere neutrum, vinum est divinum, vinum facit rusticum, optimum latinum, meum est propositum, in popin amori, dulce vinum fundere, siti antiori, donec migros angelos, venientes cernam, cantantes pro ebriis, requiem Szálltod írhessen a szám, úgy csókolnak, hú, lelek, míg most
nincs Bacchus nálam nagy éken, emberséges istenség. Nálam nélkül nincs ínség, de szívdágító könnyebbség. Ő a földi bíságoknak lelkes időt gyáholhat. Ő a társos asztaloknak.
sem áll. Eloszlik, mint a bugorin, s marad mi volt a pusztali, s marad mi volt a pusztali. Így áll, így áll, így áll. Eloszlik, mint a bugorin, s marad mi volt a pusztali, s marad mi volt a pusztali. A Petlár élt előtt, nincs veszve már,
La mobilisation de son équipe, de son vice-président, qui nous a
Megszer Magyar Város 2001-es folyamatos civilizációval, által mögött és az a különleges adottságával, hogy falai között együttőzik a nyugati keresztény és a keleti mohamedán kultúra rangos építészeti művészet emléke. Mint mondtam, megkényítőzetes nagyságú, de gazdasági potenciáját tekintve és kulturális jelentőségét egyetemektől és korábbulat művészetek múzeumok, ennél fontosabb szerepet játszik Magyarországon. 1367-ben kikírt meg Magyarország első és Európa 5. egyeteme, és talán nem véletlen, hogy már a pápai alapító levél is számon vetett a város az egyetemi szellemi kisugárzásával az ország határain túl is. A Pécsi Egyetem főegyetemek, főiskolák, Magyar Tudományos Akadémia Intézete jelentős tudományos központja nem csak Aranyának, de 3-4 megyéi Dél-Dunántúli régióknak is. A természet bőségesen ellát a különböző gazdasági javakkal Aranyán. Aranyon kedvező éghajlat a termékeny völgye magas színvonalú agrárkultúra kialakulásához vezetett. Az országos átadott meghaladó hozamokat a búzaporéca cukorékba, valamint a természetsertés, valamint ezen a tájon, Villányban teremnek a legtisztesebb magyar vörösborok. Több dombvidéken, egy vidéken Pécs, Sipós, Mohács kiváló minőségű fehér rokkal produkálnak. Hála megye adottságainak és a aranyai emberek leleményességének az utóbbi időben az idegenforgalom speciális és vonzó ágazatainak egész sorát alakították ki. Ilyen például a falsi turizmus, a rokonlátogató turizmus, az egyházi turizmus, a horgász turizmus, konferencia turizmus és jelen témához közel álló bakturizmus. A bakturizmus, amelyhez jelen van a feltételek, mert nem csak az egyetemek és más szellemi műhelyek vállalják az egykori tanulmányi szolgálnak a romani örökségét, a aranyában élők. Ennek az örökségnek éppen úgy része a szellemiség, a kultúra, mint a szőlőtermelés, a borok szeretete. A szőlőművelés több mint 1000 éves megyében. A megye földterületének 10,6%-a ültetvény, 51,6%-a a szántóterület, 22,8%-a pedig erdő. A szőlőterület összesen 5000 hektár, a gyümölcsösebb területe közel 2000 hektár. Az említett mindegy 5000 hektár szőlőterület 84%-a termőültetvény. Összes szőlő termelésünk évi 24-26 ezer tonna. Az 5-6 évvel ezelőtti politikai rendszerváltást, tulajdoni rendszerváltást is jelentett, ez új fejlődési pályára állította a szőlőkultúrát, a szőlőművelést. Szőlőterületeink fajta megosztása kedvező képet mutat, felül fehér szőlőknél örvendetes, hogy a sárgoné, a rajnai részén területének növekvő tendenciára tapasztalható, elgondolkodható viszont a Zeiger maradványa, amely mennyiségi szemlélet öröksége. Megyénkben működik az ország első pesgőgyára, a Rinke pesgőgyár, mai néven Balmami Nelkő, RT keretében. Pesgő itt francia eredetű palacos eljárással állít
12. világ bortermelői között számunkra a szőlő bortermelés 1000 éves tradíciója és a borvidékeken lévő emberek megélhetősége szempontjából kiemelkedően fontos. Évi itt egy 4 millió hektoliter bortermésünkkel nem tartozunk a nemzetközi borpiac meghatározó
La réussite